Izrael szuverenitása csak akkor nem sérül, ha a Jordán folyótól nyugatra eső területeket, beleértve Gázát is, ellenőrzés alatt tartja. Erről az izraeli miniszterelnök beszélt. Benjamin Netanyahu szerint jelenleg nem adottak a feltételek egy független palesztin állam létrehozásához, ezért minden erre irányuló törekvést elutasítanak. Közben a Vörös-tengeren továbbra is feszült a helyzet a jemeni húszi felkelők támadásai miatt. Rakétákkal telepakolt helyiség látható ezen a felvételen, amelyet az izraeli védelmi erők osztottak meg. A hadsereg közleménye szerint csütörtökön a csapataik egy újabb föld alatti Hamas fegyverraktárra bukkantak. Az ilyenkor megszokott eljárás szerint berobbantották az alagutak bejáratait, majd kotrógépekkel hordtak földet a járatok fölé. A drónfelvételeken látható, ahogy a katonák csak akkor haladnak tovább, amikor az egyes helyszíneket már biztosították. A harcok a gázai övezet szinte teljes területén folytatódnak. Az izraeli kormányfő egy csütörtöki sajtótájékoztatón kiemelte, Izrael biztonsági érdekei megkövetelik, hogy az ország ellenőrzés alatt tartsa a Jordán folyótól nyugatra eső területeket, beleértve a gázai övezetet, ezért nem engedhetnek a két állami megállapodás sürgető amerikai követeléseknek. Akik arról beszélnek, hogy mi lesz, ha már nem én vezetem az országot, valójában egy palesztin állam létrehozatalára célozgatnak. A helyzet viszont az, hogy most még én vezetem Izraelt, és én a többség akaratát képviselem. 30 éve mondom, hogy ez a konfliktus nem a palesztin állam hiányáról, hanem Izrael állam létéről szól. Mondta Benjamin Netanyahu hozzátéve, hogy miniszterelnökként jogában áll nemet mondani a szövetségeseinek, amennyiben a kéréseik veszélyeztetik Izrael szuverenitását. A Fehérház szóvivője még aznap reagált az izraeli vezető nyilatkozatára. Az elnöki hivatal szóvivője megerősítette, továbbra is kitartanak a két állami megoldás mellett. Ami Netanyahu úr kijelentéseit illeti, mi ebben nem értünk egyet. Mi azt gondoljuk, hogy a palesztinoknak joga van egy önálló államot létrehozni. Izrael és az egész közel-keleti régió érdeke, hogy a palesztinok egy független és békés országban éljenek, mondta John Kirby. Közben a vörös-tengeri hajózási útvonalak továbbra is fenyegetés alatt állnak. Az Egyesült Államok szerdán és csütörtökön is a jemeni húszi felkelők állásait bombázta, a fegyveres csoport pedig újabb és újabb hajókat vesz célba a térségben. Fegyveres erőink célzott támadást hajtottak végre egy az ádeni öbölben tartózkodó amerikai hajó ellen. A rakétáink eltalálták a célpontot. Mindez az angol és az amerikai csapásokra adott válaszlépés. Amennyiben ezek folytatódnak, úgy további megtorló akciókra számíthatnak, figyelmeztetett a húszi lázadók szóvivője. Az Egyesült Államok kormánya egyelőre nem lát megoldást a nemzetközi kereskedelmet megbénító jelenségre. Joe Biden csütörtökön elismerte, az amerikai akciók kudarcot vallottak a térségben.